köszöntök én is mindenkit. Azt a megtételő feladatot kaptam, hogy az új komplex szakmai ágazati érettségről pár dolgot mondjak. Igyekszek majd Linuxos irányból is megközelíteni a dolgot, mert jó magam egy kicsit kívülállóként vagyok itt jelen, mert jelen pillanatban még nem használom a Linuxot olyan mértékben, mint azt mondjuk szeretnék. Néhány dolgot azért az érettségével kapcsolatosan elmondanék. Egyrészt, hogy mi volt a története ennek, ugye 2013-ban bevezették a szakképzési kerettantervet, és innentől kezdve világosá vált, hogy ehhez a kerettantervhez a régi típusú érettségi, ami volt, az nem lesz megfelelő. Ráadásul egy ilyen szakma plusz érettségi koncepciót szerettek volna, azaz azt akarták, hogy a tanuló, amikor leérettségizik, akkor tulajdonképpen ezzel már rögtön egy szakmát is kapjon. Emellett szerették volna visszavezetni ugye a szakmának a népszerűségét. Nem tudom, mennyire tudjátok, de elég katasztrofális volt az informatikai alapismeretek érettségizőknek a száma az elmúlt években, mivel ugye nem volt kötelező ezt a tárgyat választani. Tehát ráadásul még azzal is megnehezítették a dolgot, hogy leírták, hogy kötelező lesz, ugye ez az érettségi a szak középiskolában tanulóknak, és pluszban még belekerült egy olyan rész is, amiből az következett, hogy ezt az érettségit csak emelt szinten lehet elvégezni. 2014-ben, tehát egy évvel később készültek el az első verziói az érettségi követelményrendszerének, ezt a kamara szervezésében készítették. Ugye az általános és a részletes vizsgakövetelmények és vizsgaleírások készültek el ekkor még. Sajnálatos módon azonban ezek nem feleltek meg igazán a hatályos érettségi jogszabályoknak, és tulajdonképpen innentől kezdve megállt egy évre a projekt. Ez azért is fontos, mert közben ugye az idő telt, és azok a tanulók, akik 2013-ban elkezdték ugye a felkészülést, azok már erre az időszakra tulajdonképpen lassan már a második évüket is kezdik. Majd ugye 2015 végére megint csak előszedték ezt az egész történetet, és újra átdolgozták a most már egyeztetve a minisztérium, megfelelő minisztériumokkal átdolgozták az elkészült követelményrendszereket, de még mindig csak emelt szinten. Tehát ekkor még mindig nem volt szó arról, hogy esetlegesen középszinten lehessen érettségizni a tárgyból. És éppen időben mondhatnánk, ugye egy évvel vagy másfél évvel az érettségi előtt, ugye 2016 januárjában az emelt szintnek meg is jelent az általános követelményrendszere, ugye ezek a 100-as rendeletben vannak benne, a 100/97-es rendeletben. Ez még mindig nem a részleteset tartalmazta, de már épp elég volt arra, hogy sokaknál elindítson egy olyan fajta felszólalást, aminek következtében gyakorlatilag 2016 nyarán megtörtént az, hogy középszintre is elkészültek az általános vizsgakövetelmények, illetve a részletes vizsgakövetelmények és a vizsgaleírás is. Maga a részletes vizsgakövetelmény, az emelt szintű, az egyébként augusztusban jelent meg, augusztus végén, ugye ezek a 40/2002-es rendeletekben vannak leírva. A középszintű az még mindig csak tervezet, tehát hogy most már ott tartunk középszint kapcsán, hogy a 100-as rendeletben megjelent az, hogy lehet, illetve világossá vált ezáltal, hogy lehet középszinten is érettségizni a szakmai komplex tárgyakból. Úgyhogy hát haladunk előre, legkésőbb a középszintnek a részletes követelményeinek a megjelenése az december 31. Mert hogy január 1-től válik ugye a 40/2002-es
rendelet hivatalosan. Úgyhogy nem állunk jól. Azt azért hozzáteszem, hogy a késlekedésnek rengeteg oka van. Az egyik fő ok szerintem a bürokrácia, a másik az pedig leginkább az, hogy itt nem csak egy tárgyra kell gondolni, hanem 30 valahány ágazat van. És még vannak ágazaton kívüli tárgyak is, és ez az NSZH oldaláról, aki felelős ugye a szakmai tárgyakért, illetve az oktatási hivatal oldaláról is összesen 3 ember munkájához tartozik. Tehát, hogy sem emberi erőforrás nincsen szerintem megfelelő mögötte, sem pedig bürokrácia nem segít bennünket. Mik azok az anyagok, amiket nyilvánosságra hoztak? Egyrészt ugye a részletes vizsgálat követelményes vizsga leírás emelt szinten, a középszintű részletes vizsga követelményes vizsga leírásnak a tervezete, ez is az OH oldalán megtalálható. Fönt van már az emelt szinthez a szoftverlista, ez azért fontos, mert hogy a Péter majd a következő előadásában fog róla beszélni, de a lényeg az, hogy van Linuxos szoftverlista is, úgymond, tehát az Ubuntu-nak elkészült az a verziója, amivel a szakmai komplex érettségit is el lehet majd végezni, illetve le lehet majd tenni. Fölkerül majd, illetve fönt van az eszköz és hardware lista, ami az emelt szintű szóbeli érettségikhez kell majd, illetve kiment egy adafor üzenet, ugyanis a hálózati ismeretek tantárgyat azt a packet tracer szimulációs szoftverrel lehet majd megoldani, és emiatt ugye sok iskolának, aki nem rendelkezik, tehát nem Cisco Akadémia, ugye ők nem rendelkeznek jelen pillanatban még ezzel a szoftverrel, de kiment az üzenet, hogy hogyan, miként juthatnak hozzá. És a tegnapi napon, és talán ez már végre egy örvendetes hír, hogy legalább mintát láthatunk, kikerültek a NIVE-nek a honlapjára az emelt szintű minta feladatok. Ez azt jelenti, a feladatok szóval több eszem, az azt jelenti, hogy mindegyik részéből az emelt szintű érettségi feladatoknak van egy darab feladat kitéve, illetve a szóbeli tételekből is mindegyik témakörből van kint. Mi az, ami várható még? Ugye az, hogy a középszintű vizsga követelményt és a részletes vizsga követelményt és vizsga leírást azt föl fogják majd tenni, illetve el fogják fogadni hivatalosan, megjelenik majd rendeleti szinten is. Lesz majd egy rendszergazdai tájékoztató, ez szerintem olyan január környékén kell, hogy kikerüljön a jó szabályok szerint. Itt azért nincs még kint. Ez az érettségi lebonyolításával kapcsolatosan, itt azért van egy-két változás, főleg, hogyha az ember mondjuk Linux alatt fogja azt az érettségét megcsinálni, akkor ugye a rendszergazdának még van egy-két dolga, például a packet tracernek a telepítése és így tovább, tehát szerintem Peti majd erről fog részletesebben is beszélni, úgyhogy én ezt meghagyom neki. Az emelt szint szóbeli tematikája ki fog kerülni, ugye ez egy segítség ahhoz, hogy az emelt szintű szóbelire fölkészüljenek a diákok, ez egy részletesebb kifejtése annak a témakör listának, ami a részletes vizsgakövetelmény és vizsgarendszerben van. Ez egy segítséget jelenthet. Szerintem abban is, hogy középszinten milyen tételeket tudunk csinálni. Lesz még és várható a középszinthez is mintafeladat, illetve mintafeladatok, illetve a középszintű mintaszóbeli tételekben nem vagyok teljesen biztos, mivel ugye azt mindenkinek egyedileg kell ugye iskolánként elkészíteni. Nem vagyok teljesen biztos, hogy ez is lesz, de várható. És akkor akartam megmutatni azt is, hogy miért ilyen a komplex érettségi, amilyen. Ugye egyrészt sokan kérdezhetnék, hogy miért úgy kellett kialakítani. Ugye írtam ott, hogy 2014-ben volt egy erre irányuló munka, ami első körben egy teljesen más gondolatmenet mentén fűzte volna fel ezt az érettségit. Tehát, hogy tényleg egy kicsit olyan lett volna, mint egy OKS vizsga. Tehát, hogy az iskolák úgymond a saját eszköz és berendezés rendszerünkkel tudták volna megoldani.
Tehát sajnálatos módon az érettségi követelményrendszer kidolgozásnál a maguk az érettségének a jelenlegi jogszabályai és az UH-nak, illetve most már ugye a kormányhivataloknak a dolgai miatt ezt a fajta opciót tulajdonképpen elvetették. Szóval mik azok, amik kötnek? Ugye köt a kerettanterv, ugye ez tananyag tartalomban és óraszámban, illetve az előírt tárgyi feltételekben köti azt, hogy milyen lehet az érettségi. A jogszabály alapján mik azok, amik kötöttek? Sajnálatos módon ugye ezeken nem változtatnak, úgyhogy a vizsgarészek, például az, hogy írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarész lehetséges. Az időn sem lehet változtatni, 120-tól 240 percig lehet ugye egy érettségi, és a szóbelinek is ugye a maximális időtartama meg van határozva. Ezek miért jelentősek? Azért, mert például végig kell gondolni egy gyakorlati feladatot, mikor tudunk adni a vizsgázónak. A maximális pontszám is kötött, tehát maximum súlyozni vagy bármilyen más lehetőség az van, de ennyi a maximális pontszám. És az emelt szint pedig még nagyobb kötöttségeket ró ránk, hiszen a kormány hivatalok által megbízott vizsgahelyszínek vannak, tehát hogy nem a saját intézményében kell ugye emelt szinten vizsgázni a tanulónak, eszközökben korlátoz, hiszen, hogyha nem az emeletet, nem a saját iskolájában vizsgázik, akkor az adott vizsgahelyszínnek kell biztosítani azokat az eszközöket az érettségihez. Lásd mondjuk számítógép, de tovább megyek mondjuk például routert vagy switchet is mondjuk az adott intézménynek kellene biztosítania. Márpedig, hogyha mondjuk beteszik egy gimnáziumba azt az emelt szintű érettségit, akkor nyilvánvalóan ott nem lesznek az adott tárgynak, adott ágazati tárgynak megfelelő eszközök. A másik dolog, ami komoly problémát jelent, az mindig a szoftvereknek a biztosítása a hivatal által. Gyakorlatilag kimondott, úgymond irányelv valamilyen szinten, hogy csak olyan szoftverek kerülhetnek be, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek. Tehát, hogy bizonyos például majd a hálózati szimulációs szoftverek kapcsán is ez a helyzet, hogy a Packet Tracer ebből a szempontból ingyenesen elérhető lesz mindenki számára, bizonyos bocsánat, feltételekkel, de mondjuk egy másik szimulációs szoftver, ami meg pénzbe kerül, az nem kerülhet be az érettségibe. És ugyanígy a programozás és minden más egyéb kapcsán, szerencsére mondjuk ebből a szempontból jól állunk, ugye itt kivételt jelentenek a Microsoft termékek, tehát az operációs rendszer, illetve hál' Istennek ugye itt ebben a környezetben a Linux mondjuk pont előtt jelentenek. Az óraszámok kerettanterv alapján hogyan határoz meg? Hogyha megnézzük a mostani kerettantervet, ami az informatika ágazatra vonatkozik, akkor azt lehet látni, hogy az óraszámok elég erőteljesen ugye a két fő irányba mennek. Az egyik ugye az információ, a hálózati ismeretek, a másik pedig ugye az adatbázis és a szoftverfejlesztés. És jelen pillanatban úgy néz ki az óraszám, úgy néz ki az óraszám, hogy a 47% az az adatbázis és szoftverfejlesztés, és a 40% a hálózati ismeretek, és az információtechnológiai alapok az pedig ugye egy egyéves tárgy, viszont 13%-ban ez is meghatározó. Ugye, amit tudni kell, hogy az adatbázis és a szoftverfejlesztés három dologból áll össze, programozásból, webprogramozásból és adatbázisokból, és ezek körülbelül ilyen arányban jelennek meg a tananyag tartalomban, illetve a kerettantervben. Hogy ez miért meghatározó? Azért, mert ez alapján kellett tulajdonképpen ugye összeállítani, hogy melyek azok a tárgyak, amik hangsúlyosan megjelennek, és hol jelennek meg ugye az érettségén. Mit hol kérünk számon, ugye ez is fontos lehet. Ugye a gyakorlatban mi az, ami számon kérhető? Ugye a hálózati ismeretek, hogyha szimulációs programmal vagy szoftverrel kérjük számon. A programozás, ez egyértelmű, webprogramozás, illetve az adatbázis fejlesztés vagy kezelés,
Ugye ezek gyakorlatban számon kérhetőek. Akkor kurát, ezeket kérjük ott számon. Mi az, ami szóbelén számon kérhető? Ugye az információ technológiának az elmélete és a gyakorlata, ugye ebből bemehetett volna a gyakorlati vizsgára egyfajta tesztként ez a rész, de szerintem ez nem annyira jó elgondolás, úgyhogy maradt az, hogy a szóbelén számon kérhetőként az információ technológia elmélet megjelent, a hálózati ismereteknek az elmélete, a programozás és az adatbázis kezelésből is néhány dolog azért bekerült. És miért van ott a gyakorlat? Mert a szóbeli lehetőség van arra, hogy azokat a feladatokat, amelyeket mondjuk nem tudunk a gyakorlati vizsgán számon kérni, például az, hogy tudjon a gyerek egy kábelt elkészíteni, vagy mondjuk képes legyen, ne adj Isten, mondjuk beszerelni egy hálózati kártyát egy gépbe, akkor vagy beüzemelni mondjuk egy nyomtatót, akkor ezek talán bekerülhetnek abba a szóbeli 30 perces felkészülési részben és a szóbeli 20 perces feleletébe, és talán valamilyen szinten így a gyakorlati ismeret számon kérhetővé válik. Nem azt mondom, hogy nyilván ez egy ideális dolog, az ideális ténylegesen az lenne, hogyha lenne egy komplex gyakorlati vizsgája, amin ezek mind számon kérhetőek, de hát sajnos ez a lebonyolítás és minden más egyéb kötöttségek miatt nem megvalósítható. Akkor ez alapján ugye az emelt szint hogy néz ki? Ugye maradt a gyakorlati és a szóbeli vizsga. Az emelt szinten ott elértem az időt, úgyhogy elnézést kérek, 240 perc az emelt szintű gyakorlati rész, és a szóbeli az pedig ugye 20 perc, a felelet része nyilvánvalóan. A vizsgapont száma ugye 150, ebből 120 pont az, ami a gyakorlati, és 30 pont pedig az, ami a szóbelire kapható. Ez azt jelenti, hogy hangsúlyosan azért a gyakorlati rész van pontozva, és nem a szóbeli rész. Nyilván ugye a vizsgára, ami még jellemző lesz, hogy csak a szoftverlista által meghatározott szoftverekkel lehet érettségizni, tehát abból kell választani, és ugye egy központi szóbeli tételsor van, amivel dolgozni kell. Ha az arányokat megnézzük, akkor nagyjából ugye az időkeret az mindig egy olyan időrész, hogy nyilván nem kapják ki a billentyűzetet a kezéből a tanulónak 75 perc után. Tehát saját maga osztja be az idejét, de ettől függetlenül ugye durván ilyen időkerettel és ilyen mértékű vagy mélységűek a feladatok, amik körülbelül ennyi idő alatt megoldhatóak. Tehát látszik, hogy a 40-40-20-20 pont az körülbelül azokat az arányokat fedi le, ami a kerettanterv óra számából is jön, tehát hangsúlyosan a hálózati ismeret és a programozás jelenik meg, és a webprogramozás és az adatbázis fejlesztés pedig ugye osztozik a maradék egyharmad részen. Időben is nyilván ez egy kicsit meghatározóbb lesz, hogy a hálózatokra és a programozásra akkor így 75 perc jut. A gyakorlati vizsgán, hogyha az egyes részfeladatokat nézzük, akkor mik fordulhatnak elő, milyen témakörök jöhetnek elő. Ugye a hálózati ismereteknél alapvetően ugye a packet tracer lesz az egyetlen egy szoftver, amit használhatnak, és akkor itt milyen feladat képzelhető el. Egyrészt lehet olyan, hogy kapnak egy packet tracer állományt, nyilván ez nem egy activity lesz, de kapnak egy állományt, amiben már az eszközök el lesznek helyezve. Mondjuk akár lehet az is, hogy össze vannak kötve, és akkor ez alapján kell konfigurációs feladatokat ellátniuk. Tehát, hogy körülbelül ilyen, milyen szolgáltatásokat kell beállítani, tehát mondjuk DHCP szolgáltatást, NAT-olást beállítani, forgalomirányítást beállítani, illetve az alapkonfigurációs feladatokat elvégezni. Tehát tulajdonképpen ilyen jellegű feladat. Vagy az is lehetséges, hogy neki kell bizonyos dolgokat összeraknia. Tehát nem azt mondom, hogy a teljes konfiguráció, de elképzelhető, hogy neki kell beilleszteni elemeket. Ami még itt szerepel a követelményrendszerben, ugye az a változó hosszúságú hálózati maszkoknak a számítása. Tehát lehet, hogy ilyen jellegű feladat is elképzelhető.
A gyakorlati vizsgán, és azért örülök, hogy a Péter itt az előző előadásban megmutatta ezt a dolgot, az pedig jellemző, hogy a programozásnál ugye az OOP, vagyis az objektumorientált programozás, illetve a vizuális fejlesztés is le van írva a követelményrendszerben. Ez azt jelenti, hogy az érettségi feladatai között lehet olyan feladat, amiben a vizuális fejlesztő környezet megjelenik, lehet olyan feladat, amiben az objektumorientáltság megjelenik. Ezért van az, és majd a Peti ezt is mondani fogja, hogy olyan lett a Linux disztribúció, illetve hogy kikerültek bizonyos szoftverek, például az eddigi a infoalap ismeretek szoftverlista alapján, mert csak azokat a nyelveket tehetjük be, amikben vizuális fejlesztő környezet is rendelkezésre áll, és lehet mondjuk ilyen jellegű programokat készíteni. Az objektumorientáltság biztos, hogy meg fog jelenni az érettségén, de ha a mintafeladatot megnézzük majd, vagy megnézitek majd, akkor lehet látni azt, hogy ha a tanuló nem objektumorientált tanulja meg a feladatot, akkor is jelentős pontszámokat meg tud szerezni. Tehát gyakorlatilag azért, mert mondjuk nem tud objektumorientáltan programozni, attól még nyugodtan el tud menni emelt szintre, mert a pontok jelentős részét ennél a feladatnál is megkapja, akkor is, hogyha nem objektumorientáltan csinálja a feladatot. Egyébként amire készülni lehet emelt szinten, ugyan nincs kint, illetve csak egy darab mintafeladat van, de természetesen, hogyha az info alapismereteknek az emelt szintű programozás feladatai alapján készülnek a tanulók, szerintem akkor megkészítik őket a kollégák, akkor nem tévednek nagyot, annyiban kell ugye módosítani, hogy objektumorientáltan kell mindezt tudnom fejleszteni. Webprogramozás, ugye eddig az info alap, vagy az informatikai alapismereteknél nem volt ilyen jellegű. Ugye a webes ismeretek voltak, HTML-t kellett ismernie, elvileg lehetett is volna talán az, hogy ilyen jellegű feladat kerül be az érettségibe, de nem nagyon fordult elő. És itt viszont megjelenik mondjuk úgy, hogy a tananyagban is valamilyen szinten a kerettanterv alapján hangsúlyos. Egyrészt, amit ismernie kell, ugye ez a HTML nyelv, emellett ugye stíluslapokkal kell tudnia kódolnia, és a másik része pedig az, hogy mármint stíluslapokat kell tudnia felhasználni, a külső stíluslapokkal dolgozni, módosítani azokat, vagy akár beleírni. És ami fontos, hogy megjelenik ugye a JavaScript itt, tehát kell tudnia mondjuk egy vezérlőket kirakni az adott weblapra, és azoknak a változásait, vagy beírt értékeket le kell tudnia kezelni valamilyen rövid megoldással. A mintaprogramban, vagy a mintafeladatban, ami kikerült, a másodfokú egyenlet megoldhatóságát kell, azt hiszem, megírnia. Tehát beadjuk a másodfokú egyenlet három paraméterét, és ki kell írnia, hogy hány megoldása van a feladatnak, vagy az egyenletnek. Tehát körülbelül ezt a komolyságot és ezt a mélységet kell elképzelni innen. Az adatbázis fejlesztés az utolsó feladat. Itt határozottan elment a keret tanterv is, mert tulajdonképpen csak SQL szerverről beszél. Tehát SQL szerveren kell megoldani a feladatokat. Adatbázis létrehozása, ugye táblák létrehozása, beimportálása az adatoknak, kapcsolatok kezelése, létrehozása és ugye leginkább letérdezés. A mintafeladat alapján látható az, hogy tulajdonképpen itt az az elvárt, hogy az SQL utasítások meg legyenek. Tehát nem a SQL szerver lesz ellenőrizve, és nem az SQL szerveren lesznek ellenőrizve ezek az adatok, illetve a megoldások, hanem a tanulónak majd el kell készítenie egy megoldás SQL állományt, amiben az egyes feladatoknak a megoldásait, tehát az SQL utasításokat szépen beleteszi, vagy bemásolja, és ez a fájl lesz az, amit ellenőrizni fognak.
Úgyhogy ezért fontos, hogy most már abszolút az a fajta régi, bár Linux alatt hiába mondom, azt gondolom, hogy az MS Access, illetve talán akkor mondhatom, hogy a LibreOffice-nak a Base nevezetű alkalmazása, és ez a fajta megoldás, ez itt nem fog játszani, tehát vagy MySQL, a másikat nem mondom, mert az nem ide tartozó, de MySQL szerverem, és annak a környezetében megoldhatóak lesznek a feladatok. A szóbeli vizsgának 20-25 tételből kell állnia majd, vagy ennyiből fog állni az emelt szinten, és ilyen arányban fordulnak elő a témakörök. A jelentős, tehát 50% az információ technológia, ugye ez a gyakorlati részen nem fordulhatott elő, tehát a szóbelin kell megjelennie hangsúlyosan, és tényleg hangsúlyos, tehát azért 50%-a a tételeknek az információ technológiához fog kötődni. Ez azt gondolom, hogy ennek nagy része egyébként a hagyományos informatika tételek, szóbeli tételeknek a megjelenését fogja jelenteni, tehát kell tudni beszélni majd mondjuk a számítógép felépítéséről, vagy annak részeiről, tehát ilyen jellegű dolgokat kell elképzelni. Adatbázis és szoftverfejlesztés kapcsán egy 20% jelenik meg, azért, mert hogy a programozásnak, és azért kerül ide be a gyakorlat, és ez nem jelenti azt, hogy ott kell programoznia, vagy adatbázist fejlesztenie, hanem a keret tantervben a tantárgyaknak az elnevezéséből adódóan nagyon sokszor volt ilyen kavar, hogy a gyakorlathoz kerültek be olyan témakörök, amik elméleti jellegűek voltak, és emiatt, hogy ezek úgymond számon kérhetőek legyenek, ezért került be ide a gyakorlati rész a szóbelire. Úgyhogy például az, hogy mi az, hogy relációs adatbázis, ez a témakör a gyakorlatban fordul elő, ugyanúgy, hogy a programozással kapcsolatosan is vannak olyan fogalmak, amelyek mondjuk akár az objektumorientáltságról, akár pedig a típusokról, vagy bármi ilyesmiről, ami a gyakorlati részen volt, úgyhogy ez itt most a szóbelén mondjuk megjelenik. A hálózati ismeretek kapcsán ugye ott az elméleti fogalmak nagy részben azok, amik ugye 25%-kal megjelennek, és az egyes gyakorlat részéből is csak az első témakör fog szerepelni, tehát például ilyen, hogy mondjuk gyakorlati feladatként kell tudnia mondjuk tonert cserélni, jelen az Infotech-hez van, mondjuk hálózati ismereteknél egy vezeték nélküli hálózatnak mondjuk egy otthoni routerrel kell tudnia valamit kezdenie ott abban a 30 perces felkészülési időben. Ez lehet, hogy elő lesz készítve, lehet, hogy csak a vezeték nélküli részt kell beállítania, vagy éppen csak annyit, hogy csatlakoztassa a klienset a vezeték nélküli hálózathoz, tehát ilyen jellegűekre kell számítani. A középszint, ugye, akkor ez a 180 perces vizsgánk, a pontszámok maradnak, illetve hát az arányok maradnak, tehát ugyanúgy a gyakorlati rész a hangsúlyos. Itt ami fontos, hogy ugye saját szoftverkörnyezetben lehet dolgozni, tehát minden iskola maga választhatja meg azt, hogy milyen szoftverekkel fogja az érettségit megcsinálni, illetve ugye a szóbeli tételsort is maga az iskola állítja össze. Úgyhogy ennyivel másabb úgy alapvetően. Nyilván az idők mások, tehát hogy a mélység az, ami más. Aki megnézi majd a követelményrendszert, a részletes követelményrendszert, az láthatja, hogy olyan nagy különbség nincsen a közép és az emelt szint között. Nyilván ez adódik abból, hogy eleve csak emelt szintre készült ez az érettségi, tehát már az emelt szint követelményrendszere is eléggé, mondjuk úgy, hogy a kerettantervnek egy szűkített verziója. A másrészt pedig a mélységben lesz különbség. Tehát azt gondolom, hogyha vannak is, sőt, nagy részében témakörökben vannak átfedések, akkor is a mélység az, ami különbséget tesz majd a középszint és az emelt szint között. Jó, tehát, hogy ugyanúgy hálózati ismeretek lesz gyakorlati részen programozás, és az első nagy különbség az már témakörében is más, ugye weboldal szerkesztés és adatbázis kezelés. Ez azt fogja jelenteni igazából, hogy a weblap készítésnél
kimarad a középszinten a web programozás rész, tehát egy klasszikus weblap készítési feladat lesz, azaz weboldalt kell készítenie, annyi, hogy CSS-t kell tudnia, tehát stílusokat kell tudnia majd használni. A programozásnál szintén egy összetett programozási feladat van, annyi különbséggel, és ezt ide nem írtam föl, hogy az objektumorientáltság kikerült a követelményrendszerből, tehát középszinten nem kell egyáltalán objektumorientáltan dolgoznia. Nyilván dolgozhat, tehát hogyha a fejlesztő környezet lehetővé teszi, vagy a tanár már eleve így tanította meg nekik a programozást, akkor dolgozhat így is, de nem lesz explicit számon kérve az, hogy objektumorientált megoldást adjon a tanuló. Az adatbázis fejlesztésnél azért természetesen marad az a rész, hogy SQL szerveren kell dolgozni. Nyilván egyszerűbb jellegű feladatok lesznek, tehát itt a mélységben lesz különbség, a lebonyolításban, illetve a megoldás értékelésében pedig nem. És akkor a szóbeli vizsga, itt ugye legalább 20 tételt kell készíteni. Ugye az arányok itt sem változnak, tehát az emelt szinthez hasonló arányokkal dolgozunk. És akkor én készítettem egy 20 tétel esetén egy olyat, hogy mondjuk információtechnológiából ez jelent 6 tételt, 4 gyakorlati tétellel, adatbázis és szoftverfejlesztésből 4 tételt, hálózati ismeretekből pedig az elmélet részen 5 tételt és 1 gyakorlati tételt fog jelenteni, hogyha 20 tételes tételsort csinálunk. Ha megnézzük a témakörökre, ugyanis nagyon fontos, hogy a szóbeli tételeknél egy tétel az egy témakörből kerülhet ki. Le vannak írva részletesen a vizsgakövetelményben azok, hogy mik a témakörök, mely témakörökből kerülhet ki. Információtechnológia alapokban 3 darab témakör van, a bevezetés a számítógépes architektúrába, a szoftverismeret, illetve az információtechnológiai biztonság alapjai. Ugye 3 témakör, 3 témakörből 6 tételt kell készíteni, ez ugye azt jelenti, hogy minden témakörből 2-t kell összeraknunk. Az információtechnológia gyakorlatban 3 témakör van, ebből kell körülbelül 4 tételt összerakni. Ugye adatbázis szoftverfejlesztésnél ugye ott 4 témakörből 4 tétel, hálózati ismeretek egyből, ugye ott 2 nagy témakör van, és ebből kell 5 tételt összerakni, illetve a hálózati ismeretek gyakorlatnál 1 témakör 1 tétellel. Én azt gondolom, hogy érdemes az egyes témaköröknél is a vegyességet használni, tehát az információtechnológia alapokból nem fogja senki ellenőrizni nyilván, hogyha mondjuk valaki egy témakörből csinálja meg az összes tételt, mind a 6-ot. De én azért tekintve a témaköröket, én azt gondolom, hogy bőven ajánlatos inkább kihasználni azokat a lehetőségeket, amik itt vannak. És akkor van még egy kis időm, ugye? Szeretnék egy pár gondolatot ugye a szakgimnáziumi érettségiről szólni, ami még nincsen. Mert hogy igazából ugye arról szól a dolog, hogy jelen pillanatban ez az érettségi, ami még nincs szintén, hanem 2017-ben fog először majd előfordulni, tehát hogy ez az érettségi 2019-ben meg is szűnik. Tehát 3 évig fog élni, tehát most mondhatni azt, hogy 3 évre kell a gyerekeinket fölkészíteni, úgy, hogy közben már párhuzamosan ugye a fölfutó szakgimnáziumi osztályok miatt el kell kezdenünk készíteni őket az újfajta érettségire is, mármint azokat a gyerekeket, akik ugye ebben a rendszerben vannak benne, mert hogy 2020-ban már ők fognak érettségizni. Egy olyan érettségin, amiről jelen pillanatban szintén nem tudunk túl sokat. Mondjuk úgy, hogy csak nagyon remélni tudom azt, hogy tanulva a mostani komplex érettségének, illetve a most 2017-ben bevezetendő komplex érettségének a hibáiból, talán időben elkezdik ezeknek a munkálatoknak és folyamatoknak a szervezését, lebonyolítását és minden egyebet. Mi az, ami már most tudható egyébként, az a szakgimnáziumi érettségivel kapcsolatosan, az, hogy szintén közép- és emelt szinten lesz.
Tehát, hogy nem lesz ilyen kavar, hogy most csak emel, csak ez, csak az. Ugyanúgy, mint a most már úgymond az ágazati érettségi, közép és emelt szintű lesz. A másik ilyen dolog, hogy komoly UK és komoly. Szóval UK és végzettséget fog adni, mert jelen pillanatban ez az érettségi, amit ágazati érettségi, amit fognak jövőre 2017-ben letenni a tanulók, ez munkavégzésre jogosító. Amit pedig a szakgimnáziumban fognak letenni, az ténylegesen ilyen 50, azt hiszem 52-es az informatikánál, az informatika ágazatban 52-essel kezdődő OK és végzettséget is fognak kapni akkor, hogyha ha érettségiznek, tehát az érettségiük mellett ez is benne lesz. Természetesen még nincs vizsgakövetelmény és vizsgaleírás, se általános, sem részletes. Nagyon remélem azt, hogy ez a jövő évben megjelenik. Én nagyon remélni tudnám, mert hogy legalább egy-két évvel előtte ugye azért jó lenne, hogyha tudnánk arról, hogy mit kell csinálni. Bár tekintve, hogy most is megoldottuk így a felkészítést, akár még az is elképzelhető, hogy ez így marad. Ami biztos, és ami nem annyira jó hír, illetve nem tudom, hogy a Linuxosoknak ez mennyire jó hír, az az, hogy a kerettanterv alapján 10 és 12. évfolyamban ugye a programozás oktatása az csak Java, illetve C# nyelven lehetséges a leírás szerint. Ebből viszont az következik számomra, aztán ne legyen igazam, hogy az érettségén is valószínűleg ezt a két nyelvet lehet majd csak választani. És akkor kérdésként felmerül az, hogy hol lehet és hol jelenik meg a Linux. A Linux ugye megjelenik az informatika szakgimnáziumi kerettantervben, méghozzá 11. évfolyamon, ha jól emlékszem. Tehát ott külön van Linux operációs rendszerről, mint tárgyként megjelenő rész. Igaz, inkább ott a felhasználói felület kezelésére vonatkozó és némi alapokat adó kurzusról, vagy hát tananyag tartalomról van szó. Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy azt nem tudom ezzel kapcsolatosan, hogy mondjuk egyelőre elképzelni sem tudom, bár nyilván vannak gondolataim, hogy mennyire fog ez mondjuk az érettségén megjelenni. Tehát, hogy ténylegesen számon kérik-e majd ezt a tartalmat. Illetve, ugye ami még megjelenik, és ami még, ahol még a Linux megjelenhet, az szerintem ez a 9-es programozás megkedveltetése című oktatás, tehát ott be lehet még hozni ezt, akár olyan szinten is, hogy mondjuk egy Raspberry-vel dolgozni, vagy akár lehet még egy Arduino-val is, tehát ezeken a részeken be lehet hozni, illetve azt hiszem a Scratch és egyéb dolgok miatt is behozható ez a dolog. Úgyhogy én mindenkinek kitartást és rendkívül sok türelmet kívánok az érettségére való felkészítés során, illetve az, hogy biztassuk a tanulókat, hogy bár tulajdonképpen 3-4 tantárból kell nekik összevontan érettségizni, nem lesz ez annyira lehetetlen dolog. Úgyhogy ha bárkinek van kérdése most így a dolgokkal kapcsolatosan, akkor én megköszönöm most a figyelmet, és hogyha valakinek van kérdése, akkor azt szeretettel.